János gazda, két lánya van eladó. Nézzük, mi lesz a történetben.
Köszönjük szépen, és nagyon fontos, hogy ez az egész dologhoz nem csak a duda, a tekerő, a zene, az ének, hanem a tánc is hozzátartozik, úgyhogy egyből ki is próbálhatjuk ilyen ritmus képességeinket, nagyszerű. Aki nem tud táncolni, jó helyen van, mert a legjobb táncosoktól tanulhatja meg most a lépéseket. Aki tud, annak meg még könnyebb dolga van. Tünde, bemutatod a táncosokat, vagy igen? Igen, Számfira Máté és Számfira Nagy Zita még egyszer itt vannak velünk, és már a műsorukat megcsodálhattuk. Most segítenek nekünk, hogy mi is körülbelül valami olyasmit csináljunk, de táncoljunk legalább. Igen, nem fog ez nehéz lenni, mert a lelkesítő erejük az nagyon nagy. És hát itt van egy, hát szerintem páratlan lehetőség, mert egy ekkora zenekart szervezni ahhoz, hogy ti ezt megtanuljátok Számfiráéktól, az Oláhos táncot, a csárdást és a frist, igaz? Azért az kivételes. Szerintem páratlan lehetőség, mindenki éljen vele, elkezdjük tehát a táncházat, és köszönjük szépen mindenkinek a biztatást, hajrá! Elindult tehát a táncház. A zenekarnak, a tekerősöknek, dudásoknak, énekeseknek gratulálunk a 30. évfordulónak, és még sok-sok évet kívánunk zengésben.